Hát 8 óra elmúlt 19 perccel, 49 elmúlt 4 perccel. Sziasztok, jó reggelt! Itt van a vonal végén Papp Peti. Szia Peti, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Kívánok! Jó reggelt. Engedjétek meg, hogyha már ennyi japán nevet felsoroltatok, akkor japánul jó reggelt kívánjak, Ohayou gozaimasu. Ezt még egyszer? Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Jó reggelt japánul. Arigato gozaimasu. Na most itt van egy dal, ami magyarul, ezt meg is fogjuk mutatni, egy részletet megmutatunk ebből, amellyel állítólag te készülsz az Eurovíziós Dalfesztiválra. Azt tudod ugye, hogy péntekig van a leadási határidő? Tényleg? Akkor el... Nem, vicceltem, egyébként tudom, persze. Nem, egyébként tudom. De ez egész rendben van, tehát itt, bármint ez a dal. Tehát itt az ember ugye úgy félve nyomta meg a play gombot a számítógépen, hogy meghallgassam, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez tök rendben van ez a dal. Szerintem nem az a dal van egyébként nálatok, ami lesz, ja, de... picit hallgassunk bele, és aztán beszélünk az Eurovízióról. Jó, rendben. Aztán majd elmondod, hogy ez az-e vagy sem. Oké, rendben. Teljesen megvolt a Peti előttem, ahogy a kis lepedő ruhájában elszorítva egy övvel mezitláb énekli ezzel a fiatal hölgyel ezt a dal. Ez az, amivel egyébként indulsz? Egyébként nem ezzel a dal fogok indulni az Eurovízión. Ez talán az első dalaim között volt, amit megírtam. Pedig ez nagyon kedves. Ez egy 2008-as dal egyébként. Na, viszont akkor ki kell, hogy tedd magad ugye egy újabb versenyhelyzetnek, tehát indulsz ezen a dal fesztiválon. Nem tudom, hogy milyen rostán kell keresztül jutni ahhoz, hogy az ember aztán mégis képernyőre kerüljön, de akkor te ezt a dalt már beküldted ezek szerint. Így van. Saját szerzemény, saját szöveg. Igen, saját. A dal cím egyébként az, hogy Ébredés, és hát reméljük a legjobbokat. És ezt most civilben nyomod, vagy azért valamennyire ötvözöd a karate képességeiddel, ha bejutsz esetleg az előadást? Ezt hogy érted, Dani, ezt szeretném én is tudni. Hát a színpadra... Rugdos-e dal közben a levegőben? Öltözet, mennyire viszi be esetleg ezt a japán kultúrát, amit amúgy is szeret? Vagy teljesen külön választod a kettőt, és az Eurovízió, karate meg karate? Nem tervezem egyébként itt most keverni a kettőt, egyébként próbálom. Csak a zenével szerepelni, nem nagyon fogok itt rúgdosódni. Figyelj, én annak örülök, hogy miután van egy japán szponzorod, egy potenciális szponzorod, hogy te nem ott végzed, hogy a Muzsika TV-n kell, nem tudom, valamilyen mulatóban előadnod magad, mert az úgy eléggé szomorú lenne, mint pályaív. Hát... Vagy mégis... Igen. Jó, akkor ne ezt. Ennek egyébként én is örülök. Ja, jó, rendben. Figyú, hogy kerültél te össze a Neoton familiával, Feróval meg a Beatrice-vel? Én egyébként többször feléptem Erdélybe, illetve Szlovákiába, illetve általában inkább külföldön voltak fellépéseim, és nagyon sokszor találkoztam
például Nagyferóval, és zenéltem előttük. Egyébként a Nagyferóval van egy közös produkciónk is, amit többször elő szoktuk egyébként adni. Ez is egy ilyen vicc után jött, hogy valahogy jött az, hogy egy közös ebéd alatt jött egy olyan, hogy esetleg énekelhetnénk együtt, és akkor megkért engem, hogy egy ilyen rap betéttel színesítsem a programját. Illetve egyébként külföldön találkoztam ezen kívül Lubegával, illetve Thomas Anderssel. Oh. Lubega egyébként azt mondta, hogy ha egyszer majd világbajnok első leszek, akkor majd megtaníthatom karatézni. Kösz, hát akkor már 70 lesz. Régen volt az Erika Marika, amíg a 20 éve volt. Nem tudom, hogy miért nem mondtam, hogy ugye a második az már megvan. Azt mondta, hogy hát akkor még azért egy kicsit vár. Ki akarnak használni, Peti, ezeknél már lefőtt a kávé, valamit rendibbet válaszolni. Thomas Anders vagy Lubega, igen. Peti, ennyi volt, nagyon szépen köszönjük, és hát egy igazi multitalentum vagy, kívánunk neked sok sikert, és fogunk figyelni, amennyiben aztán a tévéműsorba bekerülsz az Eurovíziós dal versenyen mindenképpen, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, sziasztok. Hello, szia, Paks Peti. Hello, szia. Na, tök helyes, nem? Ha, és jó volt a dal, ügyes. Tényleg, az ember úgy ízvi, ha, és ne legyen, és nem, teljesen kellemes, úgy hallgattam volna még. Jó volt. Na, akkor a hallgatókhoz, szerintem Peti valamit azért megvalósított, és lehet a megvalósítás alatt van, de valamit már megvalósított, és most azt szeretnénk tudni a hallgatóktól, gondoljátok végig, hogy milyen bomba ötletet dédelgetsz magadban, amihez tényleg csak pénz kéne, és már is tuti siker lenne. Szerintem ma nem mindenkinek van ilyen. Tehát, ahogy Petinek megadatott a japán szponzor, mert ugye fektett be neki, lemezszerződés, stb. Hogyha bár mindenkinek volt valaha az életében egy olyan, hogy úristen, van egy baromi ötletem, most kéne egy szponzor, vagy egy bőrönnyi pénz, nem? És akkor meg tudnám valósítani. Mi volt ez az álom, amit dédelgettél, és tényleg csak az a kis bőrönnyi pénz kéne, és a dolog menne és működne. 0672-895-895. Hát 8:19, 9:09. Sziasztok, jó reggelt! Gabi, nem látom, Dani, téged látlak. Hello, bocsi, igen, a Gabi annyira beizgult ettől a havazást, hogy a vatta cukorszerű hópehelyek estek az előbb, hogy gyorsan lerohant, és azt mondja, hogy neki az első havat mindig úgy kell átérezni, hogy a száját kinyissa, és legalább 3 pehely beleessen a szájába, úgyhogy most ezt csinálja, nem tudom visszatartani. Sem nem tudom, hogy ennyire orálisan fixál, de hát oké. Itt a Balázsral folytatott beszélgetésünk kapcsán nagyon sokan írtak, sziasztok, én nem bírom Balázs stílusát, se a munkásságát a rádióban, de nagyon sajnálom azt, ami velük történik most, kitartás nekik, hogy Zoli, mindkettőtöket imádlak, és ilyenkor a gombóc orkomban, a köncsepp a szememben, a fájdalom a lelkemben, jó és rossz egyszerre így hallani titeket, respekt. Sziasztok, jó reggelt, nehezen ismerik, de ennek a műfajnak te vagy az itthoni alapítója és császára, bocsi, köszönöm T. Bélának.